Jó estét kívánok! Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. A húsvét lényegéről gyerekeknek játékosan. Ünnepség a Csemadok megalakulásának 75. évfordulójára. Sziveri emléknapot tartottak Mozsnyán. Híreink bővebben. Húsvéti játékos foglalkozást tartottak a szabadkai Zorka helyi közösségben. A 2 és 10 év közötti zorkai gyerekek számára meglepetéssel is kedveskedtek. Több mint 30 gyerkőc jött el csütörtök este a szabadkai Zorka helyi közösségbe, hogy részt vegyen szülői kíséretében a játékos húsvéti foglalkozáson. A foglalkozás keretében apró kedvességgel és figyelmességgel is kedveskedtek, azaz édességekkel a gyerkőcöknek. Vörös Imelda a gyerekek visszatérő húsvéti házigazdája a Zorka helyi közösségben. Eleinte a szabadkai gyermekszínház előadásaiból játszott egy-egy monodrámát, de mivel ilyenekből nem sok van, ezért ki kellett találni a játékos foglalkozásokat. Ez volt a harmadik alkalom, amikor ilyennel jött el a kicsikhez. Ezúttal egy mesével kezdtek, amelyben a húsvét valódi csodáját próbálták meg felfedezni és megerősíteni, mesélte Vörös Imelda. A mesét feldolgozzuk, mégpedig úgy, hogy zene segítségével az érzelmeket, a viszonyokat, a szereplők viszonyát próbáljuk megerősíteni, majd találós kérdéseket kapnak a gyerekek, és együtt elindulunk megkeresni a csodát. A csoda az valójában az, hogy mi együtt vagyunk szeretetben, együtt tesszük meg azt az utat, amit az ajándékokig teszünk meg. Viszont az ajándéknak nem szabad, hogy akkora értéke legyen, mint az, hogy ők szeretetben együtt találnak meg valamit, együtt keresnek meg valamit. A gyerkőcök szemlátomást élvezték a zenés, táncos, mozgással teli húsvéti foglalkozást, amely a szívet melengető húsvéti felkészülésről szólt. Most már több éve foglalkozunk a gyerekekkel így húsvét táján. Volt olyan év, amikor tojásfestéssel készültünk a húsvétra, volt év, amikor mesés előadással. Idén egy ilyen játékos foglalkozással készülünk a húsvétra. A cél az, hogy egy ilyen közösségépítő rendezvény legyen, ahol a helyi gyerekeket összehozzuk, és közösen készülnek fel az elkövetkező ünnepre. A játékos foglalkozás egyik érdekes színfoltja volt, amikor képzeletbeli szigetre kellett az árvíz elől menekülniük a gyerkőcöknek, egymásba kapaszkodva és szorosan egymásba ölelkezve, ami az összetartozást és az egymás iránti szeretetet jelképezte. A gyerekek megtanulták, miben is rejlik a húsvét igazi csodája. Az együttlétben meg a szeretetben. És mit tetszettek a legjobban a mai foglalkozásban? Amikor meg kellett válaszolni a kovártákban lévő kérdést. Megjegyezted-e, hogy miben rejlik a húsvét igazi titka? A szívben. Szeretetben. És te szeretettel készülsz a húsvétra? Igen. Otthon hogyan készültök? Szeretetben otthon is. A húsvéti foglalkozás végén minden gyermek húsvéti csoki nyuszit és csoki tojásokat kapott a szervezőktől. 75 évvel ezelőtt alakult meg a felvidéki magyarság máig legnagyobb kulturális szervezete, a Csemadok. Ez alkalomból kitüntetéseket adtak át, és gálaműsorral ünnepeltek. Hazamegyek, amikor megyek, és hazajövök, amikor jövök. Érsekújvárban ünnepelte megalakulása 75. évfordulóját a Csemadok. Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség országos elnöke beszédében kitért arra, hogy az anyanyelven művelhető kultúra a kisebbségben élők számára létkérdés, enélkül elképzelhetetlen a megmaradásunk, s hogy a Csemadok fennállása óta folyamatosan rákényszerült az újrakezdésre. A Csemadok évforduló nem csak a múltról kell ott szóljon. Természetesen megköszönjük az eddigi tevékenységet, de nekünk előre kell tekinteni. Nekünk meg kell szervezni most magunkat. A következő időszakban regiónként is és alapszervezetként is a jövőbe tekintésre szeretnénk fókuszálni, hogy ez a szervezet, ez a szövetség következő évtizedekben is el tudja látni azt a feladatát, amelyet helyettünk senki nem tud ellátni. És ezt bizonyítja az elmúlt 75 év is. Az Országos Tanács ünnepi ülésén 20 személy vehetett át oklevelet és emlékplakettet, Szilva Emőke és Szilva József alkotását. Mi nem csak egy társulatban, nem csak egy szervezetben gondolkodunk, hanem ez életforma, ahol a család mindennapja és a Csemadok feladatai mind egybe folyik,
hol egyik vagy a másik részesítve előnybe. Ha csem adok, az egy olyan jó érzés, mint egy nagy családban élni, egy olyan kötődés, amelytől visszajelzések is vannak, és azt hiszem, hogy ezek a visszajelzések olyan pozitívak, hogy ez az az erő, ami visz minket előre. Az érsekújvári művelődési házban megtartott gála műsoron a környező járások hagyományőrzői és szólistái léptek színpadra. Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ünnepi beszédében kiemelte, hogy a csemadok tagok 7,5 évtizedes helytállása példaértékű, s az együttműködő nemzetévében is fontos, hogy a közösségek ne engedjék el egymás kezét, támaszkodhassanak egymásra mindenhol a Kárpát-medencében. A nemzeti együttműködés természetesen jelenti azt is, hogy az idős és a fiatal egymásnak nyújt kezet, jelenti azt is, hogy a nemzeten belüli nemzetrészek támogatják egymást, és természetesen jelenti azt is, hogy minden nehézség ellenére kitartunk, itt vagyunk, és a helytállásunkkal bizonyítjuk azt, hogy van magyar nemzeti jövő Szlovákiában, van magyar nemzeti jövő a Felvidéken. Forró Krisztián államfőjelölt történelmi visszatekintésében rámutatott, hogy a felvidéki magyarságot a II. Világháború után megpróbálták megtörni, mégis képes volt megszervezni a közösséget, s a csemadoknak alig 10 év alatt mintegy 500 alapszervezete és 50 ezer tagja lett. Ez az 500 település és ez az 50 ezer tag olyan hálózatot alakított, amelyik megtartotta a felvidéki magyarságot. Visszaadta a hitét, hogy itt tud maradni. Bár megpróbálták megtörni, a felvidéki magyarság megmaradt. És igen, ennek a hálónak köszönhető az, hogy itt vagyunk, magyarként, felvidéken, és itt is akarunk maradni. Ez a szülőföldünk, 1000 éve itt élünk, és biztosan itt szeretnénk lenni, magyarként. A gála műsoron átadták a Fábri Zoltán díjat Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak és Cimbalmosné Molnár Évának, a nemzetpolitikai államtitkárság felvidékért felelős főosztályvezetőjének. A díjat a Csemadok országos elnöksége adományozza a Kárpát-medence magyarságának összefogásáért tevékenykedő személyiségeknek. Vigyázzanak a csemadokra, mert egy közösség, hogyha elkezd felbomlani, és ha szálak meglazulnak, akkor nagyon nehéz lesz azt összeforrasztani. De hála Istennek itt van a csemadok, amely 75 éve azon munkálkodik, hogy ezt a közösséget összetartsa, és sikeresen. Emléknapot tartottak Sziveri János költő születésének 70. évfordulója alkalmából szülőfalujában, a Bánáti Muzsján. A megemlékezés két helyszínen zajlott. A költő emlékét szülőfalujában a Sziveri János művészeti színpad őrzi, immár 31 éve. Az emléknap keretében pedig megkoszorúzzák a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székháza előtt 2020 óta álló mellszobrát. A tragikus sorsú költőre ezúttal Mák Andrea, a művészeti színpad tagja emlékezett. Szerintem ő egy nagyon vagány, szókimondó, őszinte ember volt, akinek nem voltak gátlásai, tehát hogy akár egy felette álló személy is lehetett ő, akkor megmondta a szemébe azt, ami a szívén volt, és az igazságért állt ki mindig is, ezért hangsúlyozom folyton, hogy olvassuk a verseit, főleg muzsaiakként, hiszen itt innen származik ő is, idevalósiak vagyunk mi is, és mi vagyunk a legközelebbiek szerintem hozzá. A családi házban Kovács Jolánka beszélt a költőről, majd megkoszorúzták az épület homlokzatán álló emléktáblát. Hogy elégedett lenne velünk, vagy azzal, hogy hogyan
emlékezünk rá, vagy hogyan él bennünk, vagy a muzslaiakban, hogyan él. Hát erről sokat lehetne beszélni, mert nem minden muzslaiban él egyformán. Nagyon sokan ismerték, de viszont azok, akik szeretik az irodalmat, akik ismerik a verseit, biztosan, hogy él bennük, és fontos nekik, és hiszem, hogy büszkék is rá. Hát még egyszer arról, hogy mennyire lenne elégedett, biztos jókat beszélgetnénk erről vele, bár úgy lenne. A sors úgy hozta, hogy Sziveri Emese, a költő unokája nem ismerhette meg a nagyapját. Verseinek olvasásával, azok tolmácsolásával próbál valami közöset találni vele. Mint vallja, ez nem könnyű feladat. Egy laza, öntudatos, határozott ember volt, amit nagyon szeretek, és szeretném, hogyha ez a tulajdonság bennem is megtalálható lenne. És hiszem, hogy egyébként meg is található egyrészt. De szerintem ő valójában egy kigobozhatatlan személyiség. Őt nem igazán lehet megismerni. Szerintem még a legközelebbi barátai is nagyon nehezen tudnak mondani róla bármilyen olyan mondatot, ami igazán leírhatná őt, mint személyiséget. Sziveri János 1954. március 25-én született Muzsján, és 1990. február 1-én hunyt el, 36 évesen Budapesten. Verseit a megemlékezésen Mák Andrea, Sziveri Emese, Molnár Lábadi Csilla és Kovács Jolánka szavalták. Korcsok nyerte az elnökválasztás első fordulóját Szlovákiában. Forró Krisztián a negyedik lett. A korábbi külügyminiszter Ivan Korcsok nyerte a köztársasági elnök választás első fordulóját. A szavazatok mintegy 42,5%-át szerezte meg. A voksolás második körében Peter Pellegrini házelnökkel méri majd össze erejét. A HLASZ jelöltje valamivel több mint 37%-nyi voksot kapott. Az államfőválasztás második fordulóját április 6-án tartják. A szombati szavazás nagyobb fennakadás és rendbontás nélkül zajlott Szlovákiában. A 4.330.000 szavazásra jogosult, közel 52%-a járult az urnákhoz. Nagyon fontosak szerintem a szavazások, éppen azért, mert a jobb jövőt akarunk nekünk, a fiataloknak is, persze, hogy, és nagyon nehéz lesz szerintem a jövő a Szlovákián, hogyha éppen ez a politikai szituáció lesz, ami éppen most van. A szavazók egy része elégedetlen volt a versenyben maradt 9 jelölttel, mert szerintük így is csak 2 jelölt közül lehetett választani. Statisztikailag csak 2 jelölt az esélyes, matematikailag, úgyhogy a többieknek nincs esélyük, mondta egy választó. A kampánycsend meghosszabbítása miatt este 10:30 után érkeztek az első eredmények. A statisztikai hivatal adataiból az derült ki, hogy valamivel nagyobb volt a szavazási kedv a városokban, mint a falvakban. Az eredményekre reagálva Iván Korcsok úgy fogalmazott, a második körben többet kell tennie azért, hogy megszólítsa a szélesebb politikai palettát. Eddig minden nap, és most már ezután is felteszem a kérdést, hogy hogyan tudnék többet tenni. És mindenképpen első lépésként meg akarom szólítani azt a több 10 000 kormánypárti szavazót, akik nem értenek egyet azzal, merre viszi most az országot a szlovák kormány, mondta győztes államfőjelölt. Peter Pellegrini elismerte, hogy az első fordulóban a második helyen végzett, és gratulált Ivan Korcsoknak. Az államfőjelölt azt mondta, sikerült elérni az alapvető célt, hogy bejusson a második fordulóba. Az eredmények azt mutatják, hogy Szlovákiában a választók többsége nem szeretne liberális, jobboldali, progresszív köztársasági elnököt. Az emberek többsége inkább olyan államfőt szeretne, aki védi Szlovákia nemzetállami érdekeit. Szlovákia olyan elnököt akar, aki nem a háború felé irányítja az országot, hanem a békéről beszél. Egy olyan elnököt, aki számára Szlovákia érdekei állnak az első helyen, mondta Peter Pellegrini. A Magyar Szövetség köztársasági elnök jelöltjének eredmény 3% alatt maradt a választáson. Forró Krisztián szerint a következő hetekben le kell vonni a megfelelő következtetéseket, ugyanakkor mindkét versenyben maradt államfőjelölttel tárgyalni szeretnének.
meghoztuk a döntést, hogy először Peter Pellegrinivel találkozunk, majd miután jelentkezett Ivan Korcsok vele is, le fogunk ülni beszélni, és felvetjük neki azokat a kérdéseket, amik számunkra fontosak. Kíváncsian várjuk, hogy mi az, amivel szeretnék megszólítani a felvidéki magyarságot, illetve a régióinkat, és utána hozzuk meg a döntést, hogy kit fogunk támogatni. Forró Krisztián szerint az első kör tétje volt, hogy a felvidéki magyarok mennyire tudják kifejezni összetartozásukat és erejüket. Az eredmény pedig meghatározhatja a közösség további sorsát, például az európai parlamenti választáson. Jelen pillanatban csak egyetlen egy magyar párt van, úgyhogy a lehetőségeket fel kell mérnünk, és ebből kiindulva kell nekiindulni az Európa Parlamenti kampánynak. A Magyar Szövetség számára előbb azonban az a tét, hogy az államfőválasztás második fordulójában az a jelölt győzedelmeskedjen, amelyik a felvidéki magyarok sorsa iránt érzékenyebb, és ha szükséges, mindennapi problémáikat fel tudja vállalni. Iskolanapot ünnepelt az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola. A kultúrkör nagyszínpadán ezúttal nem diákok mutatkoztak be a közönségnek. Tanítók, tanárok léptek fel az Óbecsei Petőfi Sándor magyar kultúrkörben. Ezúttal ők voltak a szereplői az iskolanapi ünnepségnek. Kórusban énekeltek, abba dalokra táncoltak, stand-upoltak, kannákon doboltak, és volt egy külön férfi szám is. Az ének az Esőben című dalra perdültek táncra a tanáremberek. A Petőfi Sándor általános iskola diákjai ovációval fogadták a pedagógusok produkcióit. Mi nem tudtuk valójában, hogy ők ilyen jól fognak teljesíteni minden. Hát nekem diák szempontból nekem nagyon tetszett. A közönség soraiban a diákok mellett szülők és nyugdíjas pedagógusok is helyet foglaltak. Márton Ilona is ebben az intézményben tanított. Nagyon okosnak találom, hogy a tanárok bemutatták a másik oldalukat is. Tehát, hogy nem csak az előadáshoz értenek és a tananyaghoz, hanem még tudják szerettetni a tantárgyukat a gyerekekkel, és ez csak is ezen az úton lehet, hogyha lehereckedünk egy kicsit, és a gyerekeket megközelítjük egy kis zenével, irodalommal, tánccal. Az iskola alkalmazottai alaposan felkészültek erre a napra, sokak szerint csapatépítő foglalkozásokkal értek fel a próbák. Gulyás Bognár Renáta, az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola osztálytanítója. Gyerekek arcáról is azt olvastam le, hogy jó volt így ilyen szerepben is látni a tanítókat, a tanárokat. Hát egy sokoldalú ember, ugye, és olyan hivatásunk van, hogy meg kell állni a helyünket minden szintéren, és nagyon sokan a művészetekben is ugye tehetségesek vagyunk. Jó érzés volt ezt megmutatni, és hát példát mutatni. A tanárok rátermettségének és tehetségének a megmutatása mellett ennek a rendhagyó műsornak más célja is volt. A tanár is tévedhet, a tanár is ember, a tanár is tud boldog lenni, vagy szomorú, és ezt a gyerekeknek látni kell. Tehát mi nem egy istenek vagyunk a tanteremben, vagy az iskolában, hanem igenis lehet, hogy félre léptünk ma, vagy bakiztunk, tehát valahogy megmutattuk azt, így közelebb kerültünk a gyerekekhez is. A műsor végén az iskola kulturális sokszínűségét Zorán magyar szövegű Kóló című dalára előadott szerb körtánc fejezte ki, amelybe a közönség is bekapcsolódott. Szakmai napot tartott a Komáromban szlovákiai magyar újságírók számára. A részletek következnek. Szakmai napra invitálta a Villakamarón Polgári Társulás Komáromban a szlovákiai magyar újságírói szakma képviselőit. A gyakorlatias foglalkozást Tóth Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Média Szövetség elnöke tartotta az Icsipont közösségi központban. Döbbenetes a szakadék a különféle generációk között. Ugye a mai fiatalok döntően már csak nem is csak egy közösségi médiás üzenőfalon fogyasztanak tartalmakat, híranyagot, hanem olykor már csak mozgóképes tartalmakon keresztül találkoznak a világ híreivel. Tóth Holló a dermesztő tények szemléltetésén túl azt is elárulta, hogy miként, milyen eszköztárral, milyen módszerekkel nézenek szembe a hivatásos újságírók azokkal a kommunikátori kihívásokkal,
amelyeket az online világ térhódítása és az információk özöne állít a szakma elé. A ma média fogyasztójára leginkább az a jellemző, hogy nagyon drágán adja a figyelmét, másodpercekben méri a figyelmét, és ez egyszer s mind rögtön az előttünk álló kihívásokat is meghatározza. Nagyon gyorsan el kell nyernünk a figyelmét ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk őrizni. A médiafogyasztók koncentráló képességének időtartama rohamosan csökken, és egyre inkább tapasztalható az internetes keresőmotorok egyeduralma. A SEO kritérium az egy ilyen varázsszónak hangzik, de ez a keresőmotorokra optimalizált cikket jelenti, mert hogyha nem az adott pillanatban, hanem valamikor, bármikor, később szeretnénk a cikkünket eljuttatni egy fogyasztóhoz, akkor tudnunk kell, hogyha egy megfelelő keresőszavat beír, majd később, valamikor, 3-4 év elteltével is akár, hogyan tudja megtalálni éppen a mi cikkünket ez a keresőmotor, és ennek is rengeteg trükkje van, képek használatától, kulcsszavak használatáig, beágyazott képgalériákig és videókig. A rövid videók, a csattanós történetek, a gyors, villanásnyi impulzusok korszakában igyekeznek helytállni a szlovákiai magyar újságírók is. Fontos azonban az értékrend melletti kitartás. Vallja, a Média Szövetség elnöke. Ebben a felgyorsult világban is, aki egyúttal arra is ígéretet tett, mindenkinek szakmai segítséget nyújt a továbbiakban is, aki azt kéri. A mi videóinknak, vagy a mi televíziós tudósításainknak is címet adunk, és ez nyilván, hogy nem mindegy. Annak ellenére, hogy mi képekkel dolgozunk, tehát ha látványos képek és érdekes témafeldolgozás van, akkor azt gondolom, hogy ennek is el kellene, hogy adja magát, de ahogy hallhattuk, ez egyáltalán nincs így. Tehát biztos, hogy e tekintetben is kell változtatnunk, kell más módszereket alkalmazni, illetve hát az, hogy ugye itt gyakorlatilag elhangzott, hogy igen, a közösségi médiában jelen kell lenni, a kérdés, hogy milyen módon és tulajdonképpen hogyan. Én még mindig azt mondom, hogy ha jelen is vagyunk, de valahogy egy kicsit nevelő, oktató szándékkal. A szakmai találkozót a Komáromi Villakamarum Egyesület hívta életre. Vezetője Kis Réka, aki maga is aktív televíziós újságíró. Nehéz lesz a jövő, rengeteg a kihívás, de én töretlenül hiszek abban, hogy egymást segítve van jövője a szlovákiai magyar újságírásnak, van jövője a szlovákiai magyar printmédiának, van jövője a szlovákiai magyar online térnek, a mi kis videóinknak. A szakmai normákhoz hűnek kell maradni. Vallja az a több mint 20 újságíró és kommunikációs szakember, aki eljött a szakmai napra. Nagyon izgalmas szőttes jött létre, olyanok is együtt tudtak itt lenni, akik korábban ebben az összetételben soha nem voltak együtt. Tehát nem csak én ismerkedtem meg velük, hanem ők is megismerkedtek egymással, és őszintén remélem, hogy ez a komáromi összejövetel egyfajta csapatépítés és csapat összetartás kezdete lehet. Nagyon örülök annak, hogy a mai délután folyamán itt valóban színes volt a paletta, tehát olyan médiumok képviselői ültek, egy helyiségben, egy helyen, egy előadást, egy előadót hallgatva, akik szerintem még azelőtt egy helyiségben soha nem voltak. Tehát nagyon erőteljesen érzékelhető volt a szakmaiság, ami ide vezette az újságíró kollégákat. Én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy valóban mindennemű politikai és egyéb más meggyőződésre való tekintet nélkül ilyen sokan érezték azt, hogy ide érdemes eljönni. Én bízom benne, hogy nem veszítettük el a hitünket, független attól, hogy a mai online tér diktált a kihívások bizony szomorúvá tesznek, és akkor még nem is beszéltem a mesterséges intelligenciáról. Az újságírás és a hivatásos kommunikátori szerepkör mindig változik. Az, aki ezekkel a változásokkal nem tartja a lépést, lemarad. Annyi bizonyos, hogy a harc a nézőért, az olvasóért és a hallgatóért egyre kiélezettebb. Tóth Holló Tamás arra is biztatta a média megjelent képviselőit, hogy őrizzék meg a küzdő szellemüket, és ne legyenek restek tanulni, és ha kell, okulni sem. Ennyi fért mai adásunkba, várom önöket a jövő héten is, itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!